Államiságunk ünnepén, augusztus 20-án az Elcsi Nagyboldogasszony kegytemplomban szentmisét tartottak, melyen Kallós Péter plébános államalapítónk Szent István király munkáját méltatta. Nekünk magyaroknak különösen fontos ez a mai szép ünnep, amikor olyan királyunkra emlékezünk, aki egyúttal népünknek apostola is volt. Hiszen Szent István király nem csak a világi kormányzást végezte nagyon szépen és határozottan, hanem mellette természetesen és azzal egybefonódva nagyon sokat tett azért, hogy az embereknek a lelkében is kialakuljon az a helyes változás, amire oly nagy szükség volt, hogy elhagyják a téves butaságokat, és az egyetlen igazi katolikus hit világítson neki az ő lelki sötétségében. A mise végeztével a Szent István téren a koronánál, a hivatalos városi ünnepségen Győri Máté városunk polgármestere mondott beszédet, hangsúlyozva azokat a kihívásokat, melyekkel Európa nemzetei néznek szembe napjainkban. István királyt ünnepeljük, azokat a döntéseket, amelyekkel lerakta egységes nemzetünk és országunk alapjait. Hadd idézzem is ma talán, amikor a vendégünket meg fogják látni, még valóságosabbá válik, hogy miért ezt az idézetet választottam. Ródi János szavaid az István a király című rockoperából, ahol István így szól: király vagyok, uram, a te akaratodból, minden magyarok királya, és én azt akarom, hogy a népnek országa legyen. Szent István fiatalon, mint egy 28 évesen lett fejedelemmé, majd 31 évesen, egészen fiatalon vállalta, hogy népe királyaként szolgáljon és vezessen, hogy nehéz és áldozatos döntések sorával megerősítse, életképessé, fennmaradásra képessé tegye a magyar népet. Bölcs vezetőként a jövőbe tekintett, és a jövőben látottak alapján hozta meg, néha népszerűtlen, az akkori trendekkel és folyamatokkal néha szembehelyezkedő, de a nemzet számára az életet jelentő rendelkezéseit. Az ünnepi műsor meglepetés vendége Viki Dágyula színművész volt, akit a közönség az István a király című rockoperából, vagy az egykori Gezarol, P-Mobil, P-Box rockformációkból ismerhet, és aki jelenleg a Nyomorultak és a Vazulvére című előadásokkal járja az országot. Érted is küldtünk a fényük a magyar hazán. Bátor büszke nemzet, nagy tettekre termed, becsül majd érte minket a nagy világ. A műsor végeztével rendhagyó módon nem a kegytemplomnál, hanem a Szent István téren került sor a kenyérszentelésre, melynek hagyománya az évtizedek során szorosan összefort Szent István ünnepével. Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk! Áld meg ezeket a kenyereket mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget, és a gonosz lélek minden kísértését. Ami Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.